Igen, tudom. Voltak videóim, amelyek nem voltak valami nagy számok. Legtöbbször magából a játékból nem lehetett kihozni sok mindent, és ha nálam sem jöttek ihletek, akkor még feldobni sem tudtam különösebben. Ezek azok az úgymond töltelék rosszak, amelyeket bár be kellett mutatni, mert mégiscsak rossz játékról van szó, de megértem, ha másodjára már nem nézné meg az ember. Szóval jöjjön a 10 kevésbé jó sikerült helyként kifejezetten pocsék bemutatom. Minden biztató volt a Terminátor 3-nál, hiszen az interneten akárhová néztem, mindenütt lehúzták, és nekem meg volt eredetűben. Nos, akkor mi lehetett a baj? Hát ezt a játékot nem szólott volna bemutatnom. Ilyen teljesen multira kiegyezett programot, bár bemutattam korábban is, gondolok itt a Heatre vagy a Metára, azok látványosan röhelyesek voltak, a Terminátor 3 meg egész korrektül nézett ki, és így videót készíteni belőle igazából értelmetlen volt. Az másrészt, ahogy ha akartam volna, sem lett volna élő ember, akivel multizva bemutathatnám, de ez nem változtat a tényen, hogy ez egy kicsit kilóg a sorból. Igazából kár érte, pedig volt benne pár jó poén és ötlet, például ez egyetlen bemutatom, ahol ti is közel működtetek, és ezúton is köszönöm nektek a részvételt. Ahogy már korábban itt-ott említettem, a Nina bemutatom eredetét valahogy sikerült letörölnöm, úgyhogy erről csak röviden annyit, hogy kicsit unalmas lett, a játéktól több hülyeséget reméltem, és bár nem valami jó játék, nem lehetett látványosan lehordani, így én is befutcsoltam. A autós játékokat utáltam bemutatni, mert mindegyik hasonló és nehéz kihozni valami újat. A Downtown Challenge hihetetlenül bizarr, őrítő játék, teljesen abszurd jelenetekkel, de aztán azon kaptam magam, hogy hiába van 200 tripla szaltós ugratásom, azokon kívül nem tudok semmit felmutatni. Ez önmagában megér egy bemutatót, de sok mindent nem lehetett hozzáfűzni, ezért is lett ilyen rövid a videó, hogy legalább unalmas ne legyen, ha már poénok nincsenek. Hetedik a Pet Racer és még egy versenyzős játék. Ezzel az volt a baj, hogy a hangok valóban röhelyesek voltak, a játékmenet ürességét viszont nem tudtam hűen előadni, úgyhogy muszáj volt kis vekivérzel feldobni, legyen legalább valami retrós info. A játék nem annyira vészes, akár ki is lehetett volna hagyni a sorozatból. Ez a poén viszont egész jól sikerült. De tény és való, a videójátékok között is állandóan vannak kopizások. Amíg van egy jó eredeti, mindig lesz egy gyengébb utánzat. A Wartrain videóm úgy másfél percig egész jó lett a sajátos introjával, meg visszatekintéssel az eredetire, de aztán eléggé unalomba fulladt. Komoly bajban voltam, hogy mi a frász csinálják egy ilyen játéknál, ahol végig csak egy csinál halad egy mozdony, aztán ennyi. Azzal lehetett volna megmenteni az egészet, ha sikerült tovább jutnom, de tényleg képtelen voltam rá, mint sok más társa, ez a program vagy pálya is kifogott rajtam. Ötödik helyezett a Frontline Berlin. A bemutatás jogos, de egy ilyen flash játékszerű akármit előadni nem valami hálás feladat. Nem voltak viccek, az epizód végén található Oscar átadás elég nagy hülyeség volt, nem tudom, mit gondoltam akkor. De úgy vagyok vele, hogy de ha már csináltam, legalább mondhatnak volna valami poénosat. Na mindegy, felejtsük el. Ajjajjaj, ezzel a Flintstones videóval egy alapvető bajom van. Tiszta röhely, hogy készítek egy úgymond játékbemutatót, ahol még a legelső szintet sem viszem végig. És ez nem egy Wartrain, ahol talán még meg is érthető ez, hogy elakad az ember. Itt egy kb. 2 perces játékmenetből csináltam egy 7 perces videót. Hát ez elég gyengus. Ráadásul később ki is derült, hogy mit kellett csinálnom azzal az elefánttal, amely egyébként szerintem egy mamut. És olyan cikisnek éreztem, hogy azóta sem merem bevallani, milyen béna vagyok. Így önálló videóként jól jött ki ez a befejezés, de mint előadó, égtem mint a Reichstag. Köszönöm szépen. A Velocity Prologue még egy az utált autós játékaim közül, és egy darab emlékezetes jelenet sincs benne, azon kívül, hogy Budapesten lehet autózni. Szuper. Ráadásul szépen is nézett ki, az, hogy irányíthatatlanok a kocsik, azt a nézőt nem fogja különösebben érdekelni. Ajjajjaj, a Rother Baront nemrég visszanéztem, és legszívesebben letagadnám mára. Mi az istenét mutattam be rögtön két olyan játékot is, amelyet nem lehet értelmesen bemutatni.
Ráadásul ezt a bámulatosan szar szupercsapatos példám a 20 másodpercével kb. 18 másodperccel hosszabb a kelleténél. A City interaktív vörös báró csatái, meg láthatóan nem is működött rendesen a gépemen, úgyhogy egy ilyen szaggató baromsággal kár volt húzni az időtöket. És itt a nagy bűzölgő egyes, ami nálam nem más, mint a Home Alone, ami egy teljes csőd volt. A videóm nagy része arról szól, hogy csak futni kell, és minden csak elállja az utamat, holott azok a villogó tárgyak mozdíthatóak voltak. Csak én nem néztem meg a gombokat, és így nem is aktiváltam azokat a kellékeket. Feltöltés után erre felvilágosítottak, és kis próbáltam megint, és azt kell mondjam, egész korrekt kis játék lett így belőle. Viszonylag rövid, és ezekkel a csapdákkal elég könnyű is lett, de nem méltó bemutatásra, és legszívesebben törölném is a francba ezt a videót. Unalmas, humortalan és hamis. Egy szóval szerintem a legszarabb bemutató.